Kollander Ágival beszélgetek, Baján, aki rendkívüli sikert ért el agykontrollal. Megkérlek, mesélj el, Ági. Hát az agykontroll tanfolyamot 91-ben végeztem el, és 2005-ben történt velem egy baleset, nem baleset, végül is ez egy betegségnek nyilvánul. Egyszerűen elzsibbadt reggel a lábam, és pont Baján voltam. Elzsibbadt a lábom, azt hittem, hogy egy új cipőt vettem, egy nagyon magas sarkú cipőt, mert nagyon szeretem, és gondoltam, biztos sokáig mászkáltam benne, elszorította a lábom. Jó, gondoltam, hazamegyek, leveszem a cipőm, biztos elmúlik. Hát ez sajnos nem történt meg, hanem a zsibbadás egyre feljebb jött. Délutánra már combig ért a zsibbadás. Akkor felhívtam egy ismerős orvosomat, és mondtam, hogy mi történt velem, és azt mondta, ne szórakozz, azonnal gyere be a kórházba, ez nem normális dolog. Hát estére úgy történt, bementek, össze-vissza vizsgáltak, hát ha agybérzés vagy ha hasonló dolgok, semmit nem találtak nálam. Estére teljesen derékig lebénultam mindkét lábomra, nem tudtam tartani a vizeletemet, teljesen iszonyú fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy belehalok, ordítottam a fájdalomtól. Nem találtak a röntgenképen itt Baján semmit. Azt mondták, hogy ez valószínű egy szihés dolog, akár hiszi is lehet hölgyeknél, majd elmúlik. Hát én egy szörnyű éjszakát töltöttem el, én azt hittem, hogy meghalok a fájdalmaktól, akkor már nem tudtam abszolút megmozdítani a lábamat, csak a fájdalmat éreztem deréktájékán. Reggelre teljesen béna lettem, derék egész a köldök fölötti vonaltól. Köldöktől lefele nem érezted a testedet, és nem tudtad mozgatni a lábadat? Nem, semmit nem tudtam. Hát teljesen semmit. Béna volt. Csak iszonyú fájdalmaim voltak, annyira, hogy tényleg borzasztóan szégyeltem magam, de ordítottam, mint aki nem normális, mert ilyen fájdalmat nem is tudtam elképzelni, hogy létezik. Itt elmondanám, hogy akkor én Németországban éltem már, és ez volt a szerencsém, azt hiszem, hogy elvitettem magam azonnal Németországba, és sajnos már nagyon-nagyon rosszul voltam útközben, tehát rendesek voltak, mert a Németországból elém küldték Ausztriába a mentőt, és így a legelső kórházba kerültem, Transteinbe, és ott azonnal vérhigítót adtak, amit itt mondjuk Magyarországon nem kaptam meg sajnos, és ott megtalálták a betegséget. A 8, az egy isémise infarktusnak nevezték, nem tudom ez magyarul, hogy lehet lefordítani. Tehát nem volt jó a vérellátása. Teljesen elzárulott a 8-tól, a 8-tól a 12. csigolyáig, ezek teljesen el voltak zárodva. Ez teljes kimutatott röggennel. Tehát a gerincvelő vérellátása elégtelen volt. Nem, teljesen megszűnt, mivel hogy teljesen érzéketlen voltam. Akkor hát ott kezelés, azonnali vérhigító, infúzió, tehát elláttak, nagyon szépen elláttak, a lehető legjobb ellátásban volt részesülésem. 6 hétig voltam a kórházban, akkor mert vizsgálták, mert nagyon érdekes, ez egy nagyon ritka betegségnek tartozik. Németország nagy, és ott is én voltam a 930. pacient, és tehát nem jó esélyek voltak arra, hogy lehetséges bármi. Átküldtek egy rehaklinikára Füssenbe, ott azt mondták, hogy sajnos fel kell készülnöm, hogy élek tovább tolókocsiba, mert ennek senki nem gyógyult még ettől a betegségtől, meg nincs rá gyógyszer. Senki nem gyógyult meg? Senki. És azt mondtam, hogy nem, én így nem fogok hazamenni, akkor inkább kiugrok a 6. emeletről, ott voltam elszállásolva, de én nyomorékon nem fogok hazamenni. Mert nekem az nem élet, én nem fogok a gyerekemnek a nyakára menni tolókocsival, mit kezdjen velem? Most kezdve az életét. Elhatároztam, hogy kiugrok a 6-ról. Sajnos, mivel hogy a reaklinikán tolókocsisoknak szánva ilyen 20 centi magas küszöb van, éjszaka ki akartam megni, hogy kiugrok az ablakon, nem sikerült, kiestem, 20 fokos mínusz hideg volt, mire reggelre megtaláltak a nővérek, addigra szétfagytam, tüdőgyulladást kaptam, iszonyú lázba, és nagyon beteg voltam, azt is túléltem, és azt mondtam, hogy itt más lehetőség nincs, én innen nem megyek ki. És akkor eszembe jutott, hát miért is tanultam én az agykontrollt, ugye elvégeztem,
itt muszáj valamit tenni. Akkor elkezdtem borzasztóan agykontrollozni, azt mondtam, hogy nem megyek haza, és nem fogok meghalni, mert nagymama leszek, az biztos. Ez a célom, hogy nagymama legyek. Elkezdtem agykontrollozni, elképzeltem azt, megkértem a doktornőt, hogy mondja meg nekem, mutassa meg a röntgenfelvételt, hogy hol van nekem ez az infarktus. Hát nagyon furcsán nézett, hogy én, mint fodrász, mit szeretnék én ebből kihozni. Hát biztos, hogy nem tudok rajta eligazodni. Mondtam, nem baj, csak legyen olyan kedves, és mutassa meg nekem, és magyarázza el, hogy mégis mi ez. Mi ez a betegség, miért nem tudok járni, miért nincs vérellátás. És elmondta, hogy a 8. csigolyától, nem, a 6-tól a 12-ig egy teljes elzáródás van. Annyira, hogy nem tud átjutni a vér, és ez okozza. Na, akkor én rögtön eszembe jutott, hogy nagyon szeretem a lepkéket. És eszembe jutott az agykontroll tanfolyam, hogy elképzeltem azt, hogy itt a kis fejembe kinyitom a csakráimat, és bemennek a kis lepkék, és táncolnak. És végig táncolják nekem azokat a sérült részeket. És ahogy táncolnak, hogy állandóan mennek lejjebb, 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 és kinyílik ezek az áram, vagyis az erek. Tehát végig tágítják nekem az ereket. És ezt folyamatosan így képzeltem el, és ezt hosszú hónapokig csináltam. Hát 6 hónapig voltam a rehaklinikán, ami ez is furcsaság volt, mert amikor először megmozdult a lábom, akkor nem hitték el az orvosok, azt mondták, hogy ez lehetetlen. Mondtam, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. És ez a mondásom volt mindig is, amióta agykontrollos vagyok, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. És én nem ülök tehetetlenül, és nem várom a tolószékből. A tolószékből is minden nap vidáman mentem ki, nevettem a folyosón, táncoltam. Én voltam azt hiszem a bohóca az egész teremben, de nem zavart, mert amikor már elkezdtem úgy, hogy megmozdultam, és mondtam, hogy engedjen be vízbe, én fogok tudni járni, mert a vízbe biztos, hogy tudok. És aláírta az orvos, aki a gyógytornászon bevitt a vízbe, és azt mondtam, hogy én járok. Elképzeltem az agyamba, mert ugye azt mondták, hogy amíg az agy nem felejti el a járást, akkor tudok járni. Tehát én az agyammal jártam. Képzeltem, jártam. Elképzeltem, amikor bejött az orvos, kinevettek, mert én akkor is megfogtam a béna lábamat, rákötöztem a karomra, és a falon táncoltam a lábammal, tehát jártam, és mondtam, igen, járunk, táncolunk. Hát egy kicsit hülyének néztek, de mondom, nem baj, és én közben csak dolgoztam a lepkéimmel, és úgy éreztem, hogy azok egyre szépen tágítanak, lejjebb, és egyre jobban jön a vérkeringés. Hát ez nagyon sokáig, hosszú időbe telt, de annyira, hogy meg tudtam mozdítani. Így fel tudtam a combomat húzni elsőnek, és akkor azt mondták, hogy mi történik, és elmondtam, hogy hát én lepkézek, én szedem a lepkék, és táncolnak bennem a lepkék. És hát ezen az úton sikerült nekem ennyire. Sokáig sajnos tolókocsiba voltam, mert ugye 15 kilót felhíztam, és nem bírt el a lábom, az izmok teljesen elhaltak, csak a csont és a bőr lógott rajtam, hát nem mozog semmi. Igen. Akkor elkezdtem az izmokat építeni, gondoltam, hogy hát csak akkor tudok járni, ha van izom, ami megtart. Elkezdtem képzelni, hogy vannak ilyen elektromos kis ündisznók, aminek ilyen elektromos sugárzásai vannak, és hogy azok jönnek és csökkedik a lábomat. És azok ilyen izom összeszorításokat csinálnak, és attól majd én nekem az izmaim fejlődnek. És tényleg egyre jobban jöttek az izmok. Én láttam, és akkor elkezdtem mozgatni. Megpróbáltam először a fenekemet, mert ugye itt sem mozgott, hogy gondoltam, hogy most ülök, na muszáj, nekem van izmom, nekem mindig szép kerek, forrás, popsim volt, ez visszajön, ez nem lehet, hogy nem. Hát én nem fogok itt lebénulni. Teljes pozitív gondolkodással álltam ennek neki, és olyannyira, hogy hát fél év után már ki tudtam azért pár pillanatig menni a WC-re 2 mankóval. De hát ez még akkor nem voltak erősek az izmok, tehát sokáig tartott. Kitartan programoztál? Egyfajtában. Én éjjel-nappal. Én már se csináltam, hát semmi dolgom nem volt. Mennyi ideig tartott a gyógyulás folyamata? Hát ezt még azt mondom, hogy még mindig nem érzem a lábom 100%-osan. A térdem nem tart meg teljes mértékben.
a bokám, tehát nem tudok szép csinos magasarkú cipőkbe totyogni, picit már de igen. De tudsz már járni? Hogyne, már járok táncolni, már mint zumba tánci, olyan, mint az aerobik, ez a modern tánc, tehát járok, sielek, van térdvédőm, egy ilyen sin van két oldalán, hogy ne esek el, sielni járok. Tehát én azt mondom, hogy hurrá. Ettől jobb nincs. Soha senki ebből a betegségből nem gyógyult ki. Nem, és ezért csináltak velem egy ilyen filmet a rehaklinikán, meg lehet tekinteni Füssenbe, ez az Enzensberge Fakklinik. Interneten nincs fönt véletlenül? Azt nem tudom, nem foglalkoztam vele, mert nekem ez olyan természetes volt, hogy én úgyis meggyógyulok, és visszamegyek, és mindig az orvosok, minden évben visszajárok, kapok 6-7 rehaklinikát, és nézik, ahogy fejlődök, és örülnek nekem, velem együtt örülnek, és mindenkinek mondom, hogy így. És kaptam egy könyvet a kezembe, és hasonló volt, mint az agykontroll, de nem ugyanaz, tehát német nyelvű, de tehát az agykontroll az szerintem ezerszer mélyebb és hatásosabb, és most újra itt vagyok, és most megint vannak problémáim, mert a gyógyszvérhigítókat szedek életem végéig, azt muszáj szednem. Igen. És azt már kaptam tőle, most ráment a szívemre, most össze van szűkülve egy ér a nyakamba, most azért vagyok itt, mert most ezt fogom csinálni. Tehát és ebben is biztos sikeres lesz, hogy téged ismerlek. Igen. Én nagyon pozitív ember vagyok, mindig is az voltam, én végignevettem a tolókocsit, azt mondtam, hogy ez csak egy ilyen átmeneti állapot, jó, biztos van miért elgondolkodnom, hogy miért jutottam ide, ez az élet. És ez így van. És ez így van. Ági, nagyon-nagyon köszönöm. Én is köszönöm, hogy meghallgattatok.